Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét, folytatódik itt a héten is a Fehérvár Televízióban Fehér megye országgyűlési képviselőinek a bemutatása. Egy kicsit értékeljük, visszatekintünk az elmúlt időszakra is, aztán természetesen szó esik a jövőbeni elképzelésekről, tervekről, nagyon sok fejlesztésről. Stúdiónk mai vendége Törő Gábor. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a televízió nézőit. Az ön esetében is, hogyha az elmúlt időszakra visszatekintünk, akkor mondhatjuk azt, hogy több ciklusról is beszélhetünk, több ciklus eredményéről is szót ejthetünk. Igen, a választók akaratából most már harmadik ciklusomat kezdtem meg az április 8-ai választások után, és azt gondolom, ha visszatekintünk, akkor egész más körülmények között kezdjük most, mint ahogy 2010-ben. 2010-ben az ország a csőd szélén állt, ugye az első két év jószerivel azzal telt, hogy hogyan tudjuk visszahúzni az országot a szakadék széléről. Ez megtörtént, úgy gondolom, hogy egy jó pályára állítottuk az országot, mind gazdasági, mind morális értelemben. Ne felejtsük el, hogy most volt Trianon megemlékezés, azt is abban az időszakban iktattuk törvénybe, elfogadtuk Magyarország új alaptörvényét, elfogadtuk a kettős állampolgárságot, és a gazdasági téren is komoly eredményeket értünk el, és ez mindez biztosította azt az alapot, ami most 2018-ban bekövetkezett, hogy tudjuk növelni az ország versenyképességét, nyilvánvalóan az emberek bérét, fizetését. Úgy gondolom, hogy ez a munka gyümölcse kezd beérni. Ugyanakkor a stabilitás is hívó szó lehet. Az ország szempontjából mindenképpen. Azt gondolom, hogy megoldottuk az ország külső és belső védelmét. A külső védelme az lehet kerítés, jogi védelem, illetve a migráció ellen megvédtük az országot. Ezt az emberek nehezen érzik, mert nincs jelen, de ez azért nincs jelen, mert elvégeztük ezt a munkát, és most már más európai országok is belátják, hogy ez az egyetlen módja, hogy ezt nekünk sikerült végrehajtani. A belső védelemmel kapcsolatban pedig sikerült az emberekkel közösen egy olyan gondolkodást kialakítani, amely biztosítja részünkről azt, hogy amivel meg felhatalmazott a választópolgár, azt hajtsuk is végre. Én gondolok arra, hogy egy gazdaságilag erős országot, egy gazdaságilag versenyképes országot, és biztosítsuk azt, hogy mindenki tegyen egy lépést előre. Hogyan alakul majd mondjuk Magyarország költségvetése, hiszen az ülésszakban ugye már ez is tárgyalást képezi? Hát az, hogy a GDP növekedés 4% fölött van, tehát most már 4,5% körüli GDP növekedés van, azt gondolom, hogy az már jelzi azt, hogy az ország az túl van azon az időszakon, mikor még a szocialisták kormányozták, ahol mínusz 6%-os volt a GDP csökkenés, nem a növekedés. Tehát most egy olyan pályára állt az ország, hogy ennek az értékét növeli tovább az, hogy a költségvetést is úgy tudjuk elfogadni, hogy most már 3% alatt van már rendszeresen a hiány. Mostani költségvetés 2% körüli hiányjal számol, sőt az alatt 1,8%-os hiányjal. Annak ellenére, hogy azokat a megállapodásokat, amelyet megköttettünk különböző szférákkal, a életpályamodellekkel ezt betartjuk, és tovább is a foglalkoztatóknak a bérét tovább tudjuk növelni. Azt gondolom, hogy a fogyasztás területén látszik a kiskereskedelmi mérleget, ha figyelembe vesszük, hogy folyamatosan nő a lakosság fogyasztása, és ez egy jó mutatója annak, hogy igenis az egész ország gazdasága növekedik. A költségvetésben biztosítani kell azokat a feltételeket, hogy a versenyképesség tovább javuljon. Azt gondolom, hogy itt van szükség nagy előrelépésre. Egy teljesen más berendezkedés vár Magyarországra. A régi összeszerelő Magyarországból egy kvalifikált munkaerőre épülő Magyarországot kell létrehozni, és ezen az úton járunk most is. A költségvetés pedig a kereteit ehhez biztosítja. Hogyha egy kicsit a szűkebb térséget nézzük, Fehér megye kettes körzetét, itt mit tud elmondani, honnan indultak, milyen elképzelések mentén, és most hol tart Fehér megye? Még mikor Fehér megye közgyűlésnek az elnöke voltam, akkor elindítottuk azt a programot, ahol szinte bejártuk az egész Fehér megyét, minden településen részt vettünk megyei konzultáción. Kikértük a polgármesterek, a helyi döntéshozók véleményét, hogy milyen fejlesztési elképzelésük vannak.
szinte minden járási székhelyen jó magam is elnökként is részt vettem. Ez megalapozta azt, hogy az úgynevezett top forrásokat a kormány létrehozta, ezt el tudta fogadtatni Brüsszellel, és hát Fejér megye összességében közel 60 milliárd forintot tudott a kis ezeket, és ebben nem számít bele mondjuk Székesfehérvár és Dunaújváros, tehát a kis településeknek, kisebb településeknek biztosítani. Ezeken a források gyakorlatilag az igényeket elégítik ki, amiket támasztottak a kormányzat fele, tehát itt is kialakult egy kis település és a kormányzat közötti együttműködés, és gyakorlatilag az ő igényeiket tudjuk úgy kielégíteni, hogy arra tudtak pályázni, ami valóban fontos a helyi településen. Tehát akkor ilyen lokális alakult, tehát ez a pályáztatási szemlélet nem az van, hogy mondjuk kiírnak egy pályázatot, amit elhatároznak mondjuk Budapesten, hogy az jó lehet, hanem ez úgy történik maga a kiírás, hogy itt helyben elhatározzák, hogy mit kéne fejleszteni az adott településeknek, mire van szükségük, és akkor gyakorlatilag az ő iránymutatások szerint zajlik már ez a pályáztatási rendszer. Így van, tehát az fontos volt számunkra, hogy ugye az előző uniós költségvetésben megjelentek különböző pályázati lehetőségek, és a település azért pályázott, mert csak arra volt kiírás, nem azért, mert szüksége volt rá. Most fordítva volt, felmértük, hogy mire van szükség a településeknek, a döntést abba az irányba hoztuk meg, és utána a települések tudtak rá pályázni. Ez sokkal fontosabb, mert gyakorlatilag az ő igényeiket, a helyi értékeket szolgálják azok a pályázati lehetőségek, amelyeket el is tudtak nyerni. És az még külön fontos, hogy szinte nincs olyan település, amely elindult pályázaton és valamit nem tudott volna nyerni. Nyilván sokkal több pályázatot adtak be, mint amennyire lehetőség volt, de meggyőződésem, hogy minden település mosollyal az arcán vette tudomásul, hogy valamilyen irányba csak tudott forrás biztosítani a település fejlődése szempontjából. Ez az, ami a településeket érintő fejlesztés, és akkor menjünk tovább, hogy milyen elképzelések valósultak még meg. Hát a kis településekről tudunk, ugye nagyon sok híradásban beszámoltunk róla. A megyejogú városokról, Dunaújváros, Székesfehérvárról tudjuk, hogy indult a Modern Városok programja, hát Székesfehérvár soha nem látott fejlesztésen megy keresztül, mint közel 80 milliárdos fejlesztéssel. Azt gondolom, hogy teljesen át fog alakulni Székesfehérvár élete. Ha járjuk a várost, akkor szinte nem találkozunk olyan városrésszel, településrésszel, ahol valamilyen munkálatok nem történnének meg. Én úgy látom, hogy a tervezésbe is kezdi a település úton érni magát, és hát a legfontosabb itt a városvezetésnek az, hogy ezeket a forrásokat minél előbb le tudja hívni, a tervezéssel tudjon utána menni, hogy folyamatosan tudjuk idézőjelbe költeni ezt a pénzt, mert az emberek tudják, hogy mi fog megvalósulni, de várják is azt, hogy minél előbb könnyebbé tegyük életüket. Gondolok itt a parkolókról, utakról, egészségügyről, kórházfejlesztésről, az oktatási intézmények szinte felújításra kerülnek majd mindegyike, úgyhogy meggyőződésem, hogy az életvitelünk nekünk mindnyájunknak jobb lesz. Sőt, hát például a Gárdonyi Művelődési Ház és Könyvtár is egy ilyen nagyszabású átalakulásra számíthat. Így van, hát nagyon sokat dolgozott érte Brajer Éva, Cserpolkovics András, de Varga Tamás is, jó magam is. Indul a tervezése most már, és hát reményeink szerint év végén vagy az ősszel talán a kivitelezés is elindulhat, illetve a közbeszereztetés. Elindult egy régi vágya az embereknek, hogy ugye régen talán az Ikarusznak volt a nyugdíjas klubja, és abból fejlődött tovább egy olyan létesítmény, amely az ottani a maroshegyieknek a maroshegyi embereket kiszolgálja, de hát a környező kis településeket is. És azt arra lettem figyelmes például, mikor volt egy egészségnap megrendezése most a télen, hogy Szabadbattyántól kezdve Úrhidáig mindenki bejár oda egy ilyen programra is, de ha színes a program, akkor oda csábít más település részeket is, Fehérvárról is, meg a környező kis településekről is. És az integrálódást ez elősegíti, mert hisz Székesfehérvár nagyon sok környékbeli embernek ad munkát, és ha munkát ad, akkor ad neki kultúrát is, lehetőséget a szórakozásra, szerintem ez fontos mindenkinek. Mór környékén mire számíthatnak? Hát tudják, hogy a fehérváriak is, hogy móri vagyok. Mór, nem véletlenül kérdeztem. Mór egy szerencsés
környezetben van, ugye a Vértes és a Bakony között, nyilván, hogy a turisztikai fejlesztés elengedhetetlen, mint ahogy az ország számos pontján. Környékünkön a bor az meghatározó jelentősége, a borturizmus, de a vadászat, a Csukakölyvár minden lehetőséget biztosít arra, hogy kirándulni is lehessen. Ezeknek a fejlesztése ez pályázat útján lezajlott, ott is szintén a végrehajtási szakaszban vagyunk. Ugyan Móri vagyok, de a Csukakölyvet mindenképp meg kell említenem, mert Fehér megye egyetlen váráról van szó, amely 235 millió forintot nyert további rekonstrukcióra. Azt gondolom, hogy nem csak Fehér megyeiek, hanem mindenki meg fogja látogatni, mert olyan szépen helyre lesz hozva. Azt gondolom, hogy beszélhetünk Bodajkról is, amely egy keresztény kegyhely. Még Székesfehérváron nem volt templom, már Szent István Imre herceggel oda járt imádkozni. Azt gondolom, hogy ott is egy olyan keresztény kegyhelynek a felújítása történik meg, amely méltó lesz annak a helyszínének. Ne felejtsük el, Székesfehérvár volt Magyarország első fővárosa, és hát a Bodajk az egyik első kegyhely, ez mindenképpen jó érzése tölti el az embert a mai világban, amikor a kereszténységet komoly támadások érik, hogy mi erre komoly erőket, forrásokat biztosítunk. Aztán, mert hogyha a fejlesztéseket, különböző kiránduló útvonalakat említette, akkor hát, hogyha csak az elmúlt időszakot felidézem, akkor nagyon sok alkalommal voltunk akár a Velencei tó környékén, de akár azon a térségen is kerékpárút hálózattal kapcsolatos átadásokon, tehát akkor az ilyen kerékpáros turizmus is fellendülőben van. Igen. Az, hogy a Velencei tó körbe lehet kerékpározni, nagyon fontos dolog. A Velencei tótól Sukoró irányba szinte már lassan el fogjuk érni a Váli völgyet. A Velencei tótól el lehet érni Székesfehérvárt. Az én választókörzetemet nézzük, akkor Iszka-Szentgyörgyről már ide érünk Székesfehérvárra kerékpárúton. Kincsesbányán most fog megvalósulni egy belső kerékpárút, és hát az országos kerékpár úthálózat tervezése is zajlik, úgyhogy előbb-utóbb úgy gondolom, hogy el fogjuk érni a Balatont. Budapest, Velencei tó, Balaton, mi kell több Fehér megyének. Tehát azt gondolom, hogy szenzációs fejlődésen megyünk keresztül. Nem is vesszük észre, hogy ezek a területek is milyen fejlődésen mennek át. Azt gondolom, hogy aki eddig ockodott a kerékpározástól, most már lehetőség megvan, hogy felüljön rá, és ne csak autóval közlekedjünk, hanem a mozgást is vegyük igénybe, a sport. Az az egészség egyik fontos része lehet, és ez a kerékpárturizmus területén is kitöltheti életünket. Sportról, kultúráról, fejlesztésekről, kerékpárról, egészségről, kórházról szót ejtettünk. Mit hozhat az elkövetkező időszak, milyen elképzelések mentén szeretnék folytatni ezt az utat? Számunkra, országgyűlési képviselőknek nyilván legelső Magyarország. Nagyon fontos, hogy az ország védelmét továbbra is fent tudjuk tartani. Ez egy olyan biztonságot hoz mindenki számára, minden magyar ember számára, amely azt gondolom, hogy biztosítja azt a fejlődést, amelyen most is keresztül vagyunk. Magyarország egy olyan sziget az Unióba, ahol az meghatározza a jövőképünket, hogy milyen biztonságban élünk. És ha versenyképesség területen, gazdasági területén ezt a szinten, ezt a 4% körül növekedést tartani tudjuk, akkor a 2020-as, 30-as évekre Magyarország utol fogja érni azokat a nyugati országokat, amelyek most még előttünk vannak, az átlagot mindenképpen. És itt szűkebb régiónkban? Székesfehérvár, ugye nekem a Székesfehérvárnak mintegy 1/5 részét képviselem a parlamentben, és azon kívül van még 28 településem, nem tudok olyan részére elmenni Székesfehérvárnak, nem tudok olyan részére elmenni településnek, ahol valamilyen fejlődés, fejlesztés ne zajlana. Az külön büszkeséggel tölt el, hogy míg 2010-ben 12,5%-os volt a munkanélküliség, most mindenkinek van munkája, sőt munkaerőhiányról beszélhetünk, és ez generálja azt, hogy egy olyan bérnövekedés indulhat meg, ahogy az emberek valóban a saját bőrükön tapasztalják meg, hogy mindig egy kicsit jobb lesz. Én bízom benne, hogy nem kicsit, hanem sokkal jobb lesz. Ha ezt a növekedési pályát tartani tudjuk, akkor büszkék lehetnek ránk majd a gyerekeink, unokáink, hogy elvégeztünk egy olyan munkát közösen a magyar emberekkel, amely a jobb lét fele terel mindenkit. Hogyha már említette a munkaerőhiányt, akkor ez azt is eredményezné,
eredményezheti, hogy színesedhet az oktatási paletta, hiszen ebben az irányban is gondolom én tárgyalások indultak el. És ugye sok kritika érte az oktatást, de azt gondolom, hogy az oktatási koncepciók 10 évente mindig felülvizsgálatra kerülnek. Most is ezt éljük meg, és egy olyan irányba indul, szívem szerint szerintem ez egy jó irány, ahol a hazaszeretet fontos szerepet tölt be a gyerekek életébe. Én azt gondolom, hogy az oktatásnak ezt a szerepét be tudjuk, ezt a funkcióját is be tudjuk tölteni, akkor a szakmai irány szerintem jó irány. Át kell alakítani nyilván a szakképzést a piac igényeinek megfelelően. A duális oktatás az egyetemeken is bevezetésre kerül, szerintem az is azt a részét szolgálja, hogy a modern kor kihívásainak meg tudjunk felelni. Ráálltunk erre az útra, én bízom benne, ha ezen végigmegyünk, akkor az is elősegíti azt, amit már többször elmondtam most is, hogy a versenyképesség az oktatás területén is előre segít minket annak érdekében, hogy a modern kihívásoknak, a modern világ kihívásainak meg tudjon az ország felelni. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Nézőknek pedig köszönöm a figyelmüket, esti mérleggel természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!